11. nap. Az óvodás táska. Nem akarok óvodába menni, hangzott el a kisegér panaszos cincogása ezen a fagyos reggelen is. Hiszen olyan rég vártad, hogy óvodás legyél, mondta anya. Gyorsan öltözzünk fel, mert már a havazást ígértek. Kisegérke elővette a kis táskáját és tanakodni kezdett, mit vigyen el benne az óvodába. Hosszas gondolkodás után az alvókáját tette bele. Egéranya felöltöztette kicsinyét, aki szomorúan kullogott az óvodába vezető úton. Amikor odaértek az óvodába, kisegérkét azonnal megrohamozták barátai. Építünk hóegeret! Kiszínezzük a mikulásos kifestőt! Megépítjük a titkos bunkerünket! Kérdezték az óvodások egymás szavába vágva. Kisegérke picit pityergett még az anyukája karjaiban, majd magához szorítva az alvókáját, szomorúan bebotyogott a vidáman játszó társai közé. Anyukája hazament. A kisegér még egy picit búslakodott, majd belevetette magát a játékba a többi kisegérrel. Másnap reggel egéranya jó meleg kakaóval ébresztette kicsinyét. Nem akarok óvodába menni, nyafogott ismét. Tudod mit, anya? Szabad napot kérek mára. De hát akkor kimaradsz a titkos bunkerépítésből, mondta egéranya. Ráadásul az óvónénétől hallottam, hogy karácsonyi meglepetés készítés is lesz. Kisegérke gondolkodóba esett. Az ajándék készítésről csak nem akart lemaradni. De valamiért óvodába sem akart menni. Egéranya kivételesen megengedte neki, hogy otthon maradjon aznap. Kisegérke egész nap rettenetesen unatkozott, ráadásul a gondolat is bántotta, mennyi mindenről lemaradhat. Másnap reggel megint rossz kedvűen ébredt, semmi kedve nem volt felöltözni és óvodába menni. Egéranya látta rajta, hogy valami nincs rendben. Miért nem akarsz óvodába menni? Kérdezte. Olyan jókat játszotok, sok érdekes dolgot tanulsz ott. Kisegérke elgondolkodott. Azért, mert nagyon hiányzol nekem egész nap, anya. Annyira hiányzol, hogy nem bírom ki. Egéranya gondolt egyet, kiszaladt az előszobába, és a kisegér óvodás táskájával tért vissza. Van egy jó ötletem, kezdte anya. Minden reggel készülődés közben jó sokszor megölelgetlek és megszeretgetlek. Olyan sokszor, hogy amire reggel nincs szükséged, beletesszük az óvodás táskádba. Aztán, amikor az óvodában napközben nagyon hiányzom neked, kinyithatod a táskát, és kiengedhetsz belőle mindig egy ölelést. Így kibírod majd, amíg érted megyek. Nagyon jó ötlet, anya! Örvendezett a kisegérke, és gyorsan begyűjtötte az első jó néhány ölelését. Ettől kezdve vidáman, ugrándozva ment az óvodába. Amikor odaértek, gyorsan átvette benti szandáját, nagy puszit nyomott egéranya arcára, és egyből munkához látott a foglalkozós asztalnál. Elérkezett az óvodai karácsonyi ünnepség. Szép karácsonyi dalokat énekeltek, cérna vékony hangon a karácsonyfa előtt az óvodások. Aztán minden kisegér átadta anyukájának azt az ajándékot, amit titokban készítettek. Kisegér odarohant egéranyjához, és egy gyönyörű, szívecskékkel díszített kis táskát nyújtott át neki. Tessék, anya! Ezt neked készítettem! Ez egy munkába menős táska, amit minden reggel megtöltünk öleléssel neked is. Ha munka közben hiányzom neked, csak ki kell nyitnod, és annyi ölelést meg szeretgetést engedhetsz ki belőle, amennyit csak szeretnél. Így én sem fogok hiányozni neked egész nap. Attól a naptól kezdve nem csak a kisegér, egéranya is sokkal vidámabban indult munkába. Jaj, Istenem, de édesek ezek! Ti kinek adnátok ilyen táskát tele öleléssel és szeretettel? Esküszöm, ez lenne a legeslegjobb ajándék mindenkinek. Meg a tegnapi nagyon cuki volt. Sziasztok, jó pihenést!